Tegnap késő délután 3-4-5-kor érkezett a hír, hogy tűz van Biatorbágyon. Mi történt? Szerdán délután Biatorbágyon a Pátyfelé felé vezető úton a város határában, a vasúti vágány melletti területen körülbelül 500 négyzetméteren égett a zajnövényzet. A tüzet kéziszerszámok és puttonyfecskendők, valamint egy vízsugár segítségével a török-bálinti hivatásos tűzoltók oltották el. Ez körülbelül egy fél órát vett igénybe. Kár nem keletkezett, személyi sérülés sem történt. Ilyenkor a tűzoltók nyilván keresik azt a személyt, aki ott a helyszínen esetleg megtalálható. Ebben az esetben egy autóval arra járó jelentette be, nem tudjuk megállapítani, hogy mi okozta ezt a tüzet. Kora tavasszal nagyon megnövekednek a szabadtéri tűzesetek. Ennek oka a mezőgazdasági tarlóégetés is lehet, ugyanakkor gondatlanság is. Jön a jó idő, a kerti munkák ideje. Biatorbágynak érvényben vannak a nyíltéri égetéssel kapcsolatos szabályai, ha nem tartjuk be őket, nem kevés bírságra számíthatunk. Május 31-ig csak hétfőn és pénteken reggel 8-tól este 8-ig megengedett az égetés megfelelő időjárási viszonyok között. Munkaszüneti és ünnepnapokon szigorúan tilos.